Na és hát a mai adásban folytatjuk a szuperhelyek Magyarországon sorozatot, ami eddig nem létezett. Ezt most nyitottam meg hivatalosan, de az a helyzet, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, másfél évben annyi szuperhelyet találtunk Magyarországon, hogy ne adjunk neki egy nevet ezeknek az epizódoknak. És ez az epizód, meg a következő rész, az Csongrádon fog játszódni. Csongrádon, amiről a legtöbben, vagy legalábbis nagyon sokan azt hiszik, hogy az egy megye, de valójában ez egy város is, amiről elnevezték a megyét. És ameddig Dórára várunk, aki elment vízért ebben a nagy melegben, mert hogy Dórával közösen fogjuk felfedezni ezt a települést, aminek egy olyan óvárosa van, egy ilyen kis fehér házas régi belvárosa, hogy attól az embernek leesik az álla, hogyha még nem látta. Addig hadd meséljek nagyon röviden a történelemről. Tényleg csak röviden, de muszáj, mert hogy Csongrádnak olyan epikus története van, olyan epikus sztoriai vannak, hogy az egy-egy hollywoodi filmbe is beleillik. Kezdjük ott, hogy már az újkőkorban is lakott volt, mert hogy annyira jó a település minden adottsága, és a 800-as években húztak fel ide a bolgárok egy földvárat, majd megérkeztek a magyarok is, és hát az történt, hogy Ond vezér Ete fiának adta a környéket, aki aztán a helyi szlávokkal közösen húzott fel ide egy várat, amit Fekete Várnak neveztek el szlávul, ami Csernigrád, és hát innen ered Csongrádnak a neve, és Szent István ideje alatt nagyon szépen növekedett a település, ennek köszönhetően megyeszékhely is lett, és ezért nevezik a megyét is Csongrádnak. Aztán 1242-ben megérkezett Batukán, végdúlta a környéket, kiirtotta a lakosságot, és emiatt történt, hogy IV. Béla átadta a megyeszékhelyi címet Szegednek. Viszont maga a megye az azóta is Csongrád. És ott található mögöttem a városháza, és a városházán pedig ott van a címer, amin három rózsát lehet megszámolni, és mindegyik rózsa valamilyen drámai, történelmi eseménynek állít emléket, és az első rózsa az a település kiirtásának. És most megkeressük Dórát, és vele megkeressük a lékelt koponyákat, meg a kőkorszaki Róma és Júliát. Van víz? Hát akkor abból kérek, a maradék az nekem pont tök jó lesz. És azt tudtad-e, Dóra, hogy mit érdemes tudni erről a keresztről itt mögöttem? Nem tudtad, hogy mit érdemes tudni a Csongrádi keresztről. Egyébként kettő is van itt a Nagyboldog asszony templom környékén. Erről azt érdemes tudni, hogy ezt egy plébános szentelte 1802-ben, aki nagy beteg volt már, és másnap meghalt. Ez egy szomorú történet, de vannak ennél... Hittem, hogy valami happy end. Nem, happy end az nincsen. Figyelj, Csongrádon az a happy end, hogy most ez egy tök jó város, de hogy olyan elképesztően drámai sztorikat fogok ma neked elmesélni, hogy elájulsz, de van egy nagyon romantikus drámai történet, most bemegyünk a múzeumba, és ott meg fogjuk nézni az Ava, Rómeó és Júliát, ami képzeld el egy ilyen 1300-1250 éves szerelmi történet. Igen. Remélem, az happy end lesz. Hát nem lehet happy end, hiszen nyilvánvalóan meghaltak már, és Róma és Júlia, de az a lényeg, hogy két 20 éves fiatal találtak egyetlen sírban, összeölelkezve homlokokkal egymás felé fordulva. Valószínűleg ez volt a végakaratuk, hogy együtt temessék el őket, illetve meg fogunk nézni lékelt koponyákat, torzított koponyákat, na milyen? Mert közben bejelentkeztem egy kozmetikába. Most viccelsz? Nem, holnapra. Ez most komoly, itt Csong, elmentél egy vízért, nem. És bejelentkeztél kozmetikushoz? Nem, itt volt, és akkor olyan aranyos volt, és kérdeztem, hogy van-e valami kezelés, és mondták, hogy van, és holnap délután én már megyek egy kezelésre. Hát ez fantasztikus. És ének közben? Hát dolgozol, nem? Sziasztok! Magyarosi Nánki. Gyöngyösi Orsolya. Magyarosi Csaba. Érezzük otthon magunkat, és hozol nekem két koponyát? Ez nálunk a mindennapjaink része. Ez itt a makrokefál koponya lesz, amelyik ugye elsőként az országban, ugye Csongrádon találtak, és ennek a rekonstrukciója. Ja, hogy ez nem eredeti. Ez nem eredeti, nem. És jól tudom, hogy ez valami partomlás során került elő, ugye? És a halász pedig talált 7-et és 6-ot visszadobott, egyet megjelzott a múzeumnak? Így van, Pozsár Ferkó halászmester tatársírokat talált egy partomlásnál, mai Csukacsáda környékén, és hát 6-ot visszadobott az akkor még élő Tiszába, el is vitte a víz a 6 koponyát, és egyet meg ajándékba a polgármesternek elvitt. És mit lehet tudni róla, hogy miért néz ki, mint egy ilyen nagyon furcsán néz ki, gyerekeknek hogy tetszene. Hát ugye a születésétől 7 hónapos koráig lehetett alakítani a koponyát a gyerekeknek, és nagyon erős, szoros pántokkal volt körbetekerve a fej, folyamatosan nyomás alatt kellett tartani, hogy elnyerje ezt a formát, és csak 7 hónapos korában vették le róla. Ez borzasztó. Hát azért, ha csatába szembe jött egy ilyen
torzított koponyájú alak azért egy nagyon félelmetes kinézetet kölcsönzött neki, és ez volt igazából a fő cél. Ilyen mértékű torzulás még nem okozott szellemi károsodást. Ami ennél meredekebb mértékű, ez már igen. Ez meg a lékert koponya? Így van, ennek az eredetje viszont itt van benne a kiállításban. És ezt túl lehetett élni? Ezt túl is élte, látszódik itt a vágási széreknél, hogy gyógyult sebről van szó. Tehát még hosszú évekkel később is élt ennek a koponyának a tulajdonos, amiután végrehajtották a műtétet rajta. Hát általában ugye le kellett fedni ezt a felületet, valahonnan máshonnan bőrt vágtak ki a testről, vagy felkar, vagy combból, és azt ugye odavarták. Igen. Akkor még nem volt. Nem éppen, és hát borzasztóan vigyázni kellett rá onnantól kezdve, mint a kisbabáknál a kutacsra, ugye, hogy semmiféle nyomássérülés onnantól kezdve a fejet nem érhette. De ez bronzkori ez a lelet, ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 4-5 ezer évvel ezelőtt. '62-ben volt egy feltárás Felgyőnél, és ott találták ezt a párt, akit ugye avarkori Róma és Júliának neveztek el. Láthatólag ez egy végakaratnak a kiteljesedése lehet, tehát valószínűleg ők akarták így, hogy így helyezzék őket végső nyugalomra. Láthatjuk, hogy a homlokok ugye összeér, össze vannak bújva. Először a férfi csontvázat helyezték el a sírba, ez bizonyos, a csontok állásából ez megállapítható, és utána a karjaiba helyezték a nőt is. Olyan 20 év körüli párról lehet szó, és Krisztus után 800-ban történt meg a temetés. Tehát a Faragó családhoz kötődik ennek a pénzleletnek a megtalálása. Az ő házukat bontották 1981-ben a Hunyadi tér 8 szám alatt, amikor egyszer csak a munkagép kifordított egy cserépedényt a földből. És ez az edény széttört, és így 1400 pénzérme is szétgurult az építési területen, és a munkások pedig ezt a pénzleletet, ezt a kincsleletet leadták a múzeumnak. Szóval ez értékes, hát hogy ők egy nagy értéket rejtegettek a házuk alatt, akkor ha jól értem. Így van, és valószínűleg vagyonmegőrzési célzattal. Járt akkoriban a szóbeszéd, hogy Faragó Ágnes több kisebb zsák pénzt is elrejtett a házban. Én nekem már a szoknya. A szoknya az. Okay. 19. század végén, 20. század elején az emberek értesítése a fontosabb városi hírekről, ugye a kisbírón keresztül történt, ő közvetlenül a bíró alkalmazásában állt, és hát kidobolta a főtéren a legfontosabb híreket. Az érdekessége a dolognak, hogy magánmegbízásokat is kapott néha a kisbíró. Olvastam ilyen esetről, hogy oda ment hozzá egy csongrádi asszony, és kérte, hogy dobolja már ki, hogy senki ne adjon pénzt kölcsön az ő urának, mert soha vissza nem fogja kapni. Na, sokat kaptál. Hát nagyon aranyos múzeum. Ugye? Igen. Ez a múzeum, ez pontosan olyan, igen, amilyennek egy múzeumnak lennie kell. Tehát, hogy nem az van, hogy hosszú termeken keresztül mászkálunk és nézzünk dolgokat, amikről tudjuk, hogy történelmileg érdekesek, de nem annyira tudjuk, hogy miért kell ezt nekünk végignézni, hanem minden sarkon van egy nagyon-nagyon izgalmas, történelmileg releváns, de mégis nagyon izgalmas látnivaló. És most beugrunk még a Baba Múzeumba, aztán találkozunk Bebével, a Back to Blackből, aki hát tulajdonképpen itt volt fiatal. Ide jár gimnáziumba és mesél arról, hogy milyen Csongrádon fiatalnak lenni. Gyakorlatilag itt a világ minden tájáról érkeztek babák, és a helyi népviseletbe vannak öltöztetve. Ezt egy magán gyűjteményből kaptuk Budapestről, ez a hölgy, dr. Bánszegi Katalin gyűjtötte a babákat. Ez közel 60 év melója. Ő Maszuléból származik. Ez egy iráni nő, azért is különleges, mert ugye Iránban Maszule az egyetlen rész, ahol színes ruhát hordhatnak a nők. És akkor őt, ha bekapcsolom, akkor ő énekel, táncol, jön, megy hozzá. Ez nagyon kemény. De jó. Ő menekül, nem? Elhagyja Irán. Sikítva menekül. Vannak itt mi? Minden is. Minden is. Minden az a jó, hogy lehet, hogy ez a múzeum ez tized akkora, mint amekkorát az ember úgy elképzel egy ilyen nagy múzeumnak, de hogy pont az a tizede, ami a legjobb lenne bármelyik múzeumból. Ugyanez volt a történelmi múzeumnál, és ez volt most is. És most beszélgessünk Bebével, aki itt volt fiatal, a Back to Blackből. Szóval te ide jártál gimibe? Hát nagyon úgy néz ki, hogy igen. És valami
Erről szóltak a fámák, vagy erről szól a fáma. Mit kell tudni erről a gimiről? Milyen ide? Most köphetsz, most elmondhatod, mert nem hal minket senki. Persze. Jó, ez a gimi? Én nagyon szerettem. Na, jól tudom, a papád különösen nagy megbecsülésnek örvende Csongrádon, hogy pro-urbedíjas is, ha minden igaz. Így van, így van. Arról mit lehet tudni? Etiópiából származó, Magyarországra boxolni érkező fiatal volt annak idején. Az utolsó évben egy sérülés miatt ő abbahagyta a testnevelési egyetemet, és gyakorlatilag utána jött az orvosi egyetem. Ahol találkozott édesanyámmal, és hát ez a szörnyszülött lett belőle. És hogy kell elképzelni, tehát hogy ő például hogyan tudott beilleszkedni Csongrádra? Igazából az a kérdésem, hogy itt mennyire volt a közeg nyitott a 70-es években arra, hogy valaki Etiópiából ide érkezik orvosként. Az az érdekes, hogy beszélgettünk külön is erről apuval, és azt mondja, hogy abszolút nem volt ez probléma. Sőt, most sokkal inkább probléma. Én azt gondolom, hogy elfogadóbbak voltak akkor az emberek, és most egyre kevésbé. Én imádtam ide gimibe járni, jó volt az osztály, sőt a többi osztály. És milyen gyakran jársz haza? Nagyon ritkán sajnos, mert általában amikor lenne szabadidő, akkor apu ügyel, a nyugdíjas létére nem bír a fenekén ülni, úgyhogy ő tovább gyakorolja a hivatását. És amikor meg én érnék rá hétköznap, hát akkor mindenki más felé szalad. Többiek miért akartak hazamenni Etiópiába, és a papád miért nem? Mert ő itthon érezte magát, tehát hogy ő itt volt a családja, ide kötött a családja. Szereti anyádat, A te anyádat! És mielőtt tovább megyünk, mert vannak itt még elképesztően izgalmas helyszínek, és igazából most megyünk a belső városba, a régi belvárosba, ami egy ilyen szenzációs, skanzenszerű része Csongrádnak. Iszunk egy kávét, de nem akármilyen helyen, hanem reggel találtam egy kocsmát, ami reggel presszóként üzemel, és pont úgy néz ki, mint egy olasz kávézónak az 1985-ös Magyarországra aktualizált verziója. Szóval van rendes kávégép, csak nem olasz, hanem magyar, de ilyen nagykaros fémizé. Az emberek beszélgetnek egymással úgy, ahogy Olaszországban reggel ott kávéztam, és tök nagy élet volt, és mindenki kedves volt mindenkivel. Valaki hozott a hölgynek, aki kiszolgálja a vendégeket, almát, és mesélt arról, hogy ez ám nem permetezett. Akkor megjelent a tulajdonos hölgynek az édesanyja, aztán újabb barátok jöttek, szóval egy ilyen nagyon élettel teli kocsma ez, ahol most egy kávét fogunk inni. Csakarom. Jó napot kívánok! Itt van vannak? Igen. Hát ez 31. Akkor jól eltaláltam az évtizedet. És működik, és nagyon jó kávét főz. Nagyon jó. Reggel vitte a kávét, akkor azt ezen főztem. Láttam, néztem is, akkor tetszett meg az egész. És jól láttam, hogy itt nagy élet van, mert reggel, amikor idejöttem, mindenki beszélgetett mindenki, mint egy olasz kávézóban. Szóval az ember ott szokott ilyet látni. Magyarországon mindenki csöndben ül, itt meg nagy élet van. Én 14 éves koromban kezdtem el kávét főzni. És mindig ugyanilyen kávét főz? Igen. És valamikor a Gyöngyvirág presszóba dolgozott az anyukám, és ő tanított meg engem a kávét főzni. Akkor ennek családi hagyományai van. Igen. Mondom én, hogy Olaszország. Igen. És ő pedig az édesanyja a hölgy háttal, ugye? Hogy tőle tetszett tanulni a kávéfőzést. Igen. Ezt reggel már összeraktam a családi vonatkozásokat. Köszönöm. Kérem szépen. Egészségügyet. Köszönjük. Finom, jó erős. Seglestjé ott volt, és akkor onnan jött a világítás. Onnan jött a világítás. Igen. Nem most volt már. Viszlát, csokolom! Na hát, a fene se gondolta volna, hogy az unikum, erre van az autó, hogy eljövünk Csongrádra, és az unikum presszóban fogunk olyan jó kávét inni, amit megemlegetünk magunknak, és elkezdtünk beszélgetni a helyi erőkkel, és a tulajdonos hölgy édesanyjával, és kiderült, hogy ahova most megyünk, egy hagyományos pékségbe, az ő családjuk tulajdonában volt, ugye? És ez a ház, a nagyapjának. A nagyapjának volt a tulajdona, azért meg sekrestje volt. Szóval, hogy itt így belebonyolódtunk a csongrádi összefüggésekbe, de ezt nagyon-nagyon élvezzük. Ott a kocsi.
Igen, mert a Csongrád egyébként akkora, hogy akár autóval is lehet menni egyik részéről a másikra. Főleg, hogy ki fogunk menni a Kőrös torokhoz is, ahol a Kőrös belefolyik a Tiszába, és azért az gyalogosan ilyen 50 percen, de autóval ilyen 10-15. És most mielőtt átmegyünk a csodálatos belső városba, és ez tényleg úgy néz ki, hogy aki nem látta, el se hiszi, még menjünk be ide a Nagy Boldogasszony templomba, ahol magyarázatot kapunk a harmadik rózsára. A második rózsára majd ott kapunk magyarázatot, szóval 1849-ben a közelben osztrák csapatok állomásoztak, viszont itt Csongrádban nemzeti színű lobogóval és kitűzővel mászkáltak az emberek, büszkén arra, hogy forradalommal lehet, ezt most nem mise alatt kéne elmondanom, mert úgy hallom, hogy mise van. Megjöttek az osztrák csapatok, és elkezdtek beszólogatni a csongrádiaknak, hogy mi ez a kitűző, vegyed már le, és addig-addig zaklatták a szegény helyieket, amíg azok megölték a katonákat, hogy tudod, minek jöttök ide, ne zaklassatok minket, és ezen a tuntábornok nagyon felhúzta magát az osztrák csapatok helyi vezetője, és egy különítményt küldetett ide, sőt, ő maga is ide jött azzal, hogy földig rombolják az egész várost, és a városlakók ide menekültek be ebbe a templomba, és végül a plébános jött ki az oltári szentséggel a kezében, és ő kérlelte tuntábornokot, hogy azért mégse kéne az egész várost lemészárolni, meg felgyújtani. Úgyhogy hát tuntábornoknak megesett rajta a szíve, meg az esdeklésen, úgyhogy a teljes porral egyenlővé tételt azt megváltoztatta néhány órányi szabad rablásra, meg gyújtogatásra, és hát ez egy ilyen felemás megoldás volt. Mindenesetre a harmadik rózsa erre emlékezve került a város címerébe. Rókus templom. Hagyományos pékség. Azt, ez tényleg egy pékség. Igen. Wow, jó napot kívánok, üdvözlöm. Jönnek, és beváltanak, de illáltam, hogy késtek. Magyarosi Csaba. Lakatos János vagyok. Örvendek, csokolom. Azt a mindenit. Szóval, hogy itt készülnek a péksütemények? Hova? Ez olyan, mint a Jancsi és Juliskába, hogy menjen csak be oda. Nem menjen be azért. Ja, de ide legyvertek, ugye? Igen. De az micsoda az aluk? Én nem megyek be. Az a kerülcet. Azt a mindenit. És akkor ilyen hosszú lapátokkal lehet onnan gondolom kiszedni ezeket a pékárukat, meg betenni is. Tényleg azt hittem, hogy mint a vasorubába, hogy... Van 40? Nem, kint van 40, itt 60. Gyere ide, közelebb a kemencéhez. Gyere csak be ide. 11 órakor kezdem, és akkor 2-re sül ki a kenyér, és akkor jönnek a vásárlóink, akik... tehát ezek nem reggeli kenyerek, hanem délutáni kenyerek, igen. Ugye? Valaki azt mondja, jó, mert megyen munkába hazafele, és akkor finom, forró kenyeret visz haza. Csak az a baj, hogy sokat eszik, és akkor lehet, hogy egy picit hízik is. Ez micsoda lesz? Ez a csokis bukta. Csokis bukta? Honnan csokival? És az a helyzet, hogy itt kint a rekkenő nyár van, amiben mindenki belepusztul Magyarországon már jó ideje, és minthogyha belépnék a hűtőszekrénybe. Mint hogyha egy 20 fokkal hűvösebb lenne, mint ott bent, és valószínűleg ez az igazság, és ez a 35 fok, ez egy igazi megkönnyebbülés. Érzed, hogy jár a levegő? Milyen friss ez a reggel. Így 12-11-kor a napon állva. Kész a lángosunk, Dórika! És akkor ez nem tipikus lángos, ha jól értem, hanem kenyér lángos. A kenyér lángos mindig azzal arra szolgál, hogy megnézzük, hogy milyen meleg a kemence. Ja, hogy ez egy ilyen teszt kenyér? Igen. És akkor már miért ne legyen rajta fokhagyom, meg tejföl, meg sajt? Csak úgy natúr csináljuk, és van, amikor, ha nagyon fogyókúrázunk, akkor csinálunk egy ilyen. Ez pont úgy néz ki egyébként, mint egy fogyókúrás étel. Pont igen, ilyeneket szoktam enni. Hú, remélem, hogy fog ízleni, de még várni kell vele, mert jó, várom az még. Én kezem is meleg, appá. Az a jó, hogy az ebédünk amúgy is lángos lesz, meg hal a strandon, de egy kis kenyérlángossal alapozunk tulajdonképpen, ilyen előételként teszünk egy kis lángost a lángos előtt. Nekem oké?
Tehát ha van benne fokhagyma, van benne tejfő meg sajt, akkor az rossz már nem lehet. Elvehetem? Vagy... Nem, még várjál, papírkára várom. Papírka kell? Mi nem ehetünk ketten egyet, Csaba? De, ja. Akár. És úgy, hogy te kezded enni az egyik a másikat, és akkor ez egy romantikus lángos evés. Szerintem is. De jó. Nagyon jó lett. Csak azért mondja, mert itt teszi. Nem. Nem, a Csaba nem. Nagyon jó lett. És hogy újabb drámai momentummal színesítsük a Csongrádról szóló ismereteinket, ez itt a Szent Rókus templom, és Szent Rókusról azt kell tudni, hogy ő a Pestistől óvószent, és hát 1738-ban a település lakosságának a harmadát pusztította el egy pestis járvány, és onnantól kezdve lett a szentnek nagyon nagy tisztelete itt a településen, templomot emeltek neki, illetve az augusztusban születő fiúgyermekek, azok még a 20. században is többnyire a Rókus nevet kapták Csongrádon, szóval nagyon-nagyon sok milyen 100 éves Rókus lehetne itt, hogyha az emberek egyébként gyakran érjenek 100 évig. És hát ezt a templomot is róla nevezték el, éppen azért, hogy a későbbiekben ez a járvány, ha lehet, akkor kerülje el inkább a települést. Mondjuk bevált, mert hogy idők óta nincsen pest is Csongrádban. Na és ez itt a régi belváros. Tudományos nevén belső város, ami hát azért érdekes Csongrád esetében, mert hogy a legtöbb helyen ott van a belvárosnak nevezett rész, ahol a polgármesteri hivatal van, az önkormányzat, meg a nagy templom. Ehhez képest itt a belváros, belső város az egy ilyen fantasztikus kis fehérházas övezet, ami olyan, mintha a valami filmből lépett volna elő, de hogy Csongrádon ilyen konkrétan van. És a története az legalább annyira érdekes, mint a kialakítása. Hogy tetszik? Nagyon csendes. És hogy akár merre nézünk, ezeket a szép fehérházakat látjuk, hogy nincsenek itt a kockaházak, amik a magyar vidéket annyira meghatározzák. És azt kell tudni belsővárosról, hogy itt alapvetően halászok, pákászok és kubikusok éltek, és az asszonyok pedig fűszernövényeket termesztettek, kérlek szépen, vagy pedig halaskofák voltak, mert hogy a férjük kifogta a sok halat, azt el kellett adni valahol, és ők eladták valahol. És tudtad-e, Dóra? Igen. Tudtad-e, Dóra, hogy azok, akik itt laktak, azok elsősorban egymás között házasodtak, ilyen nagyon hasonló, meglehetősen szerény anyagi körülmények között éltek ezek az emberek, és hogyha idejött egy legény a belső városon kívülről, akkor a helyi legényektől engedélyt kellett kérni az udvarlásra. A lányt nem kérdezték meg. És az a helyzet, hogy ez egészen a 940-es évekig így maradt, ez a közösség itt nagyon-nagyon konzerváltan és nagyon-nagyon szegényen élt, és ennek is köszönhető, hogy ilyen eredeti formájában megmaradt belső város, hiszen igazából nem volt arra pénz, hogy a házakat felújítsák, meg lecseréljék ilyen, hogy is mondjam, kockább házakra, hanem kénytelenek voltak megmaradni azokban a viskókban, amikre ma ránézünk, és azt mondjuk, hogy fantasztikus, hogy mennyire csodálatos. És tényleg ritkaság számba megy az ilyen, szóval kimehetünk Szentendrére, ott még esetleg találkozhatunk hasonlókkal, de az egy kiállítási terület. Ez meg egy létező városrész. Most nézed magad a tükörben? Csináljunk egy közös képet, mert ez vicces. Jó. Csinálsz fotót? Vagy most már érintegetek? Nem tudom. Csináltam másodpercenként 25 fotót. Aj. És valószínűleg ez a legautentikusabb helyszín arra, hogy a harmadik rózsáról beszéljünk, ugyanis a törökök elfoglalták Csongrádot, mint számos más magyar települést, és hát körülbelül egy 450 fős török kolónia élt itt, ezek főleg katonák voltak, meg a családtagjaik, ám amikor kiűzték őket, akkor nem békésen távoztak, hanem feldúlták a várost, mindent kifosztottak, mindent felgyújtottak, és a csongrádiaknak menekülniük kellett a településre. Ez azt jelenti, hogy átmentek a Tisza túloldalára, és ott a mocsaras vidéken húzták meg magukat, akik egyáltalán túlélték ezt a kivonulást, és hát ez akkora pusztítással járt, hogy a címerben megérte a második rózsát. Te már itt? Én már itt. Csináltál valamit kukoricából? De én sem, mert figyelj, én csak néztem, és nézd, miközben itt ültem, elkészült egy ilyen baba. Itt minden házban különböző kézművesség van. Ez most a fafaragó, itt van szemben a kosárfonó, van textiles házunk. De erre be kell jelentkezni előre, vagy hogyha valaki ide jön turistaként, erre sétál, benéz ide, akkor be is jöhet akár egy foglalkozásra? Be is jöhet akár egy foglalkozásra, ha éppen úgy adódik, nyugodtan szívesen látjuk. Most én vagyok itt, aki valamit tud bemutatni, és akkor akár a szalmát, vagy a csuhét most itt, de átmegyünk majd a kosaras házba, és akkor ott én áztattam le egy kis szalmát.
Hát kis segítséggel, nem, igen. Nem sokat nyúltam bele. Muti? Hát most mondja, most mondjál valamit. Jaj, hát nem tudok, szó se jutok. Vagy ez így? Hogy egy ilyen menyecském van. Gondolta volna. Te ilyeneket csinálsz, csak most tudom meg. Hát ez igen, vannak ilyen rejtett tartalékai. Nagyon aranyos. Gratulálok. Hát köszönöm. Köszönjük. Nagyon szívesen. Na és ez itt a Kőrös Torok. A Csongrádiak Palatonja, Lidója és Nizzája. Szóval, hogy azért hívják Kőrös Toroknak, mert és a legjobb helyre jöttünk, Dóra, a legtutibb helyen álltál meg, mert hogy ez itt mögöttem a Tisza, az meg itt a Kőrös. Itt folyik éppen bele a Tiszába, és hát itt óriási élet van a strandon. Van egy csomó jó kajáda, amikből legalább hármat ki kell próbálnunk. Három helyen kell állítólag ennünk egy lángost, egy halat, és ennünk kell kürtös kalácsot, mert mindegyik legendás. Nem, meg kell kóstolod a lángost is, hogy össze tudjuk hasonlítani a kenyérlángossal. És az a helyzet, hogy ott van egy kilátó, ami hát 20 tonnás, körülbelül 200 lépcső vezet el a tetejéig, és olyan magas, mint egy 10 emeletes panel, és onnan meg lehet tekinteni a csodálatos panorámát. Hoztál drón. Hoztam drón. De hogy ami a legdurvább, és én még csak hasonlókat sem láttam, szóval az ártérben vagyunk, a gát után. És hát az ártérben általában azért illik cölöpökre verni a házakat, mert mi van akkor, hogyha kijönt a Tisza, és az bizony kiszokott időnként, de hogy én ilyen magas cölöpöket még az életemben nem láttam. Szóval ezek a házak, ezek eleve két emelet magasan kezdődnek. És az a helyzet, hogy nem csak ilyen könnyű kis hétvégi vigyilók, hanem nézzétek azt a monstrumot. Ez a betonlábakon forgó palota, nem? Tehát, hogy én, hát négy lába van neki, hihetetlen. Na, együnk, igyunk, lazítsunk. Kőrös Torok. Eljöttünk előételezni egy kis üdvözlőfogás, óriás lángos pici bácsitól. Ezzel kezdünk, és utána esszük meg a halat. Sajtos, tejfölös, fokhagymás. Kis fokhagymával. Várjál, te el tudod vinni? Hát figyelj, lehajlik a szélet, de megvan. Na? Fokhagymás? Nagyon? Só? Tejföl? Sajt? Nagyon. Ropog? Ropog. Belű puha? Igen. Akkor megvan. De jó ropog ez. Hú, de jó. Igen. Semmiképp se kövessétek el azt a hibát, amit mi most tervezünk elkövetni, hogy utána még kikértek egy halat, szóval vagy a hal, vagy ez. Még nem is vettem úgy pisztrángot, hogy így kvázi így be van írdava, meg hogy ilyen paprikás liszt, vagy sima liszt? Sima. Vagy paprikás. Nem ettem még így pisztrángot. És de milyen? Van benne egy kis paprika, finom. És adtak hozzá hagymás. De jó. Igen, mert a fokhagymás lángos az el tudott még viselni egy kis lélehagymás halat. Kovászos bírálat. Székelykereszt úron. Ez Ugdarhelytől 26 km-re van Segesvár irányába. Ott tanultam ezt a receptet, úgy voltam, hogy ha hazajövök, valamit hozni kell Erdélyből, és ez a kürtös kalács, ez izgalmasnak tűnt. A kürtös kalácsról annyit, hogy az eredeti, az a karamellás, a vaníliás, Erdélyben székelyek úgy hívják, hogy cukros. Citromos limonádé. Egy csomó citromhéjat használnak a kürtös kalácshoz, és rájöttek, hogy megmaradt a citrom, úgyhogy csináltak belőle limonádét. Baromi jól esik itt a 38 fokban. De jó. Csobanyunk. Vagy csak én csobanok?
kocsóban. Hát az a helyzet, hogy a Tisza az annyira kiszokott önteni, hogy nem hogy a töltésig, hanem a töltés fölött is szokott lenni 2-3 méterrel, kb. 6 évente egyszer, sőt 4-5 méterrel is, és ahol most vagyunk ezen a strandos részen, itt meg még múlt héten is Tisza volt, szóval ezért nincsenek csak kirakva azok a nyugágyak, amik itt szoktak heverni, napernyőkkel meg mi egymással, hanem most még csak úgy éppen hogy csak birtokba lehetett venni a strandot, és ez meg itt mögöttünk a Tisza. És hogyha látjátok azokat a bójákat ott a nagyon-nagyon távoli távolban, szóval amikor nyáron ilyen igazán alacsony a vízállás, akkor meg odáig part van. Nem akkora a parti rész, mint most, hanem négyszer akkora, és csak egy nagyon-nagyon szűk sáv van úszkálásra. Egyébként meg az a jó benne, hogy ilyen nagyon óvatosan mélyül. Szóval elkezdtünk most befelé jönni, és most ér térdig a víz, és lehet még így előre haladni körülbelül egy olyan 20-30 métert, és utána válik ilyen igazán mély úszósá, 5 méter mélyé a Tisza. Hűsítősen, kellemesen. Nagyon jó a víz. Jaj, de nagyon kellemes itt, és az a helyzet, hogy a természetes vizeknek van egy ilyen rendkívül jó hőmérséklete és hűsítő hatása, meg ahogy nézem, sodrása is van, szóval tiatra fele velem a lábam, és 2 méterrel arré vagyok, úgyhogy mindenféleképpen csak úszni tudok, merészkedjenek be. És alig bírok már venni a sodrással szemben. Hát egy kézzel úszni meg teljesen esélytelen. De az a jó, hogy úgy lehet gyors úszni egy irányba, hogy nem távolodok el a parti matracoptól. Tulajdonképpen egy helyben vagyok. Nézzétek! Viszonyításnak. Ott van az a bója, és tiszta erőből úszom. És semmi. Na, nézzük meg, mi zajlik este a városban. Na és a mai videó ezzel az Experidence előadással Csongrádról ennyi, de holnap jövünk vissza, mert a környéken még vannak szenzációs dolgok, kecskesajtok, borászatok, titkos helyek, izgalmas izgalmak. Úgyhogy holnap jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok.